A nagy pénzrablás című sorozatban egy csapat szedett vedett ember eldönti, hogy betörnek a spanyol királyi pénzverdébe, hogy ott 2,4 milliárd eurót nyomtassanak maguknak. A sorozat felteszi nekünk a kérdést, hogy vajon rablásnak számít -e ez, hiszen a pénzt senkitől sem veszik el, és a jegybank egyébként is felfoghatatlan mennyiségű pénzt hoz létre a semmiből nap, mint nap. Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videó az első része két részes sorozatnak, ami a pénzről fog szólni. Pontosabban arról, hogy honnan jön, ki teremti és mennyit lehet belőle csinálni. Minden országnak, vagy igazából minden olyan területnek, amelyik egy valutát használ, van egy jegybankja. Ezt hívhatjuk nemzeti banknak, vagy központi banknak is. Az usa például a Federal Reserve, az eurózónai pedig az Európai Központi Bank Frankfurtban. Magyarország jegybankja a Magyar Nemzeti Bank, az elnöke jelenleg Matolcsi György. Azt talán mindenki tudja, hogy a jegybankok korlátlanul tudják létrehozni a saját valutájukat. Az MNB is korlátlanul állíthat elő forintot. Ma már a papírpénz mögött nem elfedezett, a jegybanknak nem kell a bankjegyeket aranyra váltania, amint régen, így aztán semmi nem korlátozza abban, hogy annyi pénzt nyomtasson, amennyit csak jónak lát. Persze a pénznyomtatással óvatosan kell bánni, mert hogyha túl sokat teremtünk belőle, az a pénz súlyos elértéktelenedéséhez vagy hiperinflációhoz vezethet. Mi magyarok ezt aztán különösen tudjuk, hiszen még mindig mi tartjuk az inflációs világrekordot. A történelem legnagyobb áremelkedése Magyarországon volt a második világháború után. Az infláció olyan brutális volt, hogy az árak 15 óránként duplázottak. A fejlett országok jegybankjának manapság az a céljuk, hogy az inflációt 2-3 körül tartsák. A jegybank ma már persze nem csak fizikailag tud pénzt nyomtatni, hanem digitálisan is. Egyszerűen csak begépelik egy számítógépbe, hogy 1 milliárd forint, és lássodát, lett 1 milliárd forint. A a in 2011, the European Central Bank made 171 billion euros out of nothing. 185 billion in 2012. 145 billion euros in 2013. Do you know where all that money went? To the bankers. Directly from the mint. Liquidity injections—they called it. They pulled it out of nowhere, Raquel, out of nothing. What's this? It's nothing, Raquel. This is paper. It's paper. You see? It's paper. A jed bank által létrehozott pénz tipikusan a kereskedelmi bankokon keresztül kerül be a gazdaság vérkeringésébe. Tudjuk, hogy készpénzhez például úgy juthatunk hozzá, hogyha felveszünk egy ATM-ből. Ilyenkor a bankszámlánkon lévő számlapénz eltűnik, és cserébe örülhetünk a színes papírjainknak. Ma már a készpénz mennyisége a teljes pénzállományhoz képest elenyésző, a legtöbb gazdaságban 3 és 8 között van. Így a legtöbb bankpénz nem készpénz formájában kerül a bankokhoz, hanem digitálisan. De hogyan? A kereskedelmi bankok hitelt vehetnek fel a jegybanktól, a jegybank készletei pedig persze sohasem fogyhatnak ki. A monetáris politikai eszköztár a kereskedelmi bankok igényeihez igazítja a jegybankpénz kínálatot, ami így az adott jegybanki kamat mellett kvázi korlátlan. A hitelintézetek alapkamaton közel korlátlanul vehetnek fel jegybankpénz likviditást a jegybanktól fedezet ellenében. A jegybank úgy is pénzt juttathat a gazdaságba, ha a bankoktól értékpapírokat vásárol, jellemzően állampapírokat. Ennek a módszernek a neve nyílt piaci művelet, angolul Open Market Operation. Az államok rengeteg különböző dologra költenek, például oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra, utaképítésére. Ezeket pedig legnagyobb részben az emberek befizetett adóiból fizetik ki. Ha azonban az állam többet szeretne költeni, mint amennyi pénze van, akkor hitelt kell felvennie. És ezt jellemzően nem úgy teszi, mint egy egyszerű ember, hogy bemegy a bankba, hanem állampapírt bocsájt ki, amit bárki megvehet. Az állampapírra gondolhatunk úgy, mint egy darab papír, amire az van írva, hogy az állam bizonyos idő múlva bizonyos mennyiségű pénzt fog visszafizetni. Amikor valaki állampapírt vásárol, akkor valójában hitelted az államnak, és ez azért éri meg neki, mert az állam kamatot fizet az adóssága után, vagyis összesen többet kap majd vissza a papír lejáratakor, mint amennyiért megvette. Az állampapírt meg lehet tartani, amíg le nem jár, de akár el is lehet adni másoknak. Az állampapíroknak óriási másodlagos piaca van, a befektetők és bankok folyamatosan kereskednek velük. Ha egy jegybank szeretne pénzt pumpálni a gazdaságba, akkor ezt megteheti úgy, hogy teremt egy kis pénzt, majd állampapírokat vesz a másodlagos piacon, például bankoktól. Ilyenkor az állampapíra jegybankhoz, az érte kifizetett, semmiből teremtett jegybankpénz pedig a bankokhoz kerül, és így egy csapásra megnő a pénzállomány. Persze ez fordítva is működhet. Ha egy bank csökkenteni szeretné a pénzállományt, akkor eladhatja nála a lévő állampapírokat, és így az eladásból hozzá befolyó pénzt kivonhatja a forgalomból. 2008-ban a jegybankok úgy a pénzügyi krízisre, hogy hatalmas mennyiségű pénzt juttattak a bankoknak nyílt piaci műveletekkel. Ez az intézkedés pedig mennyiségi vagy quantitative easing néven vált ismerté. A jegybankok nem csak állampapírokat, hanem kockázatosabb eszközöket, jelzálók hiteleket, vállalati kötvényeket is felvásároltak. Most a koronavírus járvány közepette a jegybankok újra megkezdték a mennyiségi lezítást. Mondhatni, elárasztották pénzzel a piacot. Fair to say you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we, as a central bank, we have the ability to create money uh, digitally, and we do that by buying treasury bills or, or bonds or other government guaranteed securities, and that, that actually increases the money supply. Az MNB is bejelentette a mennyiségi lezítási programjának megkezdését. Matolcsi gyár így fogalmazta ezt meg. És hoztunk még egy döntést, egy jelentős döntést. 1500 milliárd forinttal javítottuk a bankrendszer pénzállátadságát, likviditását. Ez az új likviditás, plusz 1500 milliárd forint, ez elsősorban az állampapír kibocsátások mögé áll, és így teszi zöggenőmentessé a magyar államadóság finanszírozását ezekben a nehéz hónapokban és az egész évben. A jegybank úgy is növelheti a pénzállományt, hogyha frissen teremtett pénzzel devizát vesz. És ilyenkor ráadásul az árfolyamot is befolyásolni tudja. De erről már korábban beszéltem egy videómban, belinkeltem nektek. ide. És bár a jegybank korlátlanul teremthet pénzt, a gazdaságban lévő pénz több mint 90%-át mégsem a jegybank, nem is bármiféle állami szervezet hozza létre, hanem kereskedelmi bankok, amelyeket mindannyian ismerünk. Az OTP Bank, Erste Bank, Raiffeisen Bank és a többiek privát kézben lévő vállalatok felelősek a pénzünk túlnyomó részének megteremtéséért. Amikor betetszik a pénzünket a bankba, akkor hajlamosak vagyunk ezt úgy elképzelni, hogy a pénzünk érintetlenül, teljes biztonságban csücsül egy óriási szép mélyén. Persze ez nem igaz. A megtakarítók bankba betett pénzének csak egy töredékét tartja meg a bank. A nagy részét befektetheti, vagy kihitelezheti. Például családoknak, hogy házat vegyenek, vagy vállalkozásoknak, hogy beruházzanak és nőjenek az, hogy a bankoknak a betétek minimum hány százalékát kell megőrizniük, a Magyar Nemzeti Bank szabályozza. Ez pedig a kötelező tartalékráta. Van egy széles körben elterjedt elmélet, a pénzmultiplikátor modell, ami a kereskedelmi bankok pénzteremtését magyarázza. Ez az elmélet szerepel a tankönyvekben, még mindig tanítják az egyetemen, terjed az interneten, pedig nem sok köze van a valósághoz. De ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan is működnek a bankok, először le kell szögeznünk, hogy hogyan nem. A modell szerint egy bank önmagában nem teremthet pénzt, de a bankok sokasága együttesen már igen. Mégpedig a következőképpen. A példánkban legyen a kötelező tartalékrát a 10 Tegyük fel, hogy bemész A bankba és beteszel 1 millió forintot. Ekkora banknak ennek a 10%-át, 100.000 forintot meg kell őriznie tartalékként, a maradékot, 900.000 forintot pedig kihitelezheti valaki másnak. De a te számládon továbbra is úgy látszik, mintha 1 millió forintod lenne. A hitelt felvevő személy a hitelből vásárol mondjuk egy autót. Az autókereskedő megkapja a 900.000 forintot az autóért, és beteszi a saját bankjába, B-bankba. B bank ennek a 900.000 forintnak a 10%-át, 90.000 forintot megőrzi tartalékként, 810.000 forintot pedig kihitelez egy következő embernek. Ez az ember fogja 810.000 forintját, és kifizeti belőle mondjuk a lakbérét. A főbérlő megkapja a pénzt, és beteszi a saját bankjába, C bankba. C bank fogja a 810 ezer forintot, a 10%-et tartalékként megtartja, a maradékot pedig kételezi egy újabb embernek, aki vesz belőle mondjuk egy gitárt. A gitárkereskedő megkapja a pénzt, és beteszi az ő bankjába, D bankba. Talán már látjátok, hogy hová is tart ez. A folyamat lejátszódhat újra és újra, még nem már csak apró pénz marad a rendszerben. A lényeg, hogy az eredetileg elhelyezett 1 millió forintból a sok hitelnyújtás, bankba berakás és újrakihitelezés után összesen sokkal több lett. Ki lett belőle fizetve egy autó, a lakbér, egy gitár, és ki tudja még mi minden, miközben minden résztvevő azt hiszi, hogy a bankba berakott pénze a számláján van. Minél alacsonyabb a tartalékráta, annál nagyobbra nőhet a teljes pénzmennyiség. Ha a tartalékrát a 10%, akkor az eredeti összeg a 10-szeresére nőhet, de ha a tartalék ráta magasabb, mondjuk 20%, akkor az eredeti összegből csak az 5-szöröse lesz. Ez szerint az elmélet szerint mindebből az következik, hogy a jegybankok a bankok által teremtett pénzmennyiségét szabályozni tudják, azzal, hogy mekkora tartalékrátát szabnak meg. Ha megemelik a tartalékrátát, a pénzmennyiség csökken, ha pedig csökkentik, akkor nő. Ez az elmélet több helyen megbukik. Például nem veszi figyelembe azt, hogy a bankok bármikor hitelt vehetnek fel a jegybanktól, és ez beleszámít a tartalékba. Így, ha egy bank többet szeretne hitelezni, akkor egyszerűen hitelt vehet fel a jegybanktól, ami, mint tudjuk, korlátlan. A tartalék ráta egyébként már számos országban évek óta 0%, vagy nagyon alacsony. Magyarországon is 1-2% körül volt az utóbbi években a vírusra való tekintettel pedig most nálunk is megszüntették. Egy következő uh, lépésünk volt, és ezt ma a monetárs megerősítette, hogy nullára vittük le a bankrendszer tartalék, rátájának a szintjét. A pénzmultiplikátor modell szerint a jegybank ezzel a lépéssel azt érné el, hogy a pénzmennyiség a végtelenségig nőne. Az MMB szerint azonban a kötelező tartalék ráta mértéke sem a hazai bankok hitelezési tevékenységét, sem a tágabb pénzmennyiségek alakulását nem befolyásolja. Oké, okay, de ha nem így működnek a bankok, akkor mégis hogyan. Hiszen ez tény is való, hogy ők a gazdaság legnagyobb pénzteremtői. Hogyan működik a bankrendszer? Van bármiféle korlátjának, hogy mennyi hitelt, vagyis mennyi pénzt teremtenek? Végtelen a hitelezés? Ha szeretnéd megtudni a választ ezekre a kérdésekre, akkor iratkozz fel, hogy ne maradj le ennek a videónak a folytatásáról. Ha tetszett, akkor kérlek nyomj egy lájkot, és ha bármi kérdésed van, azt írd meg kommentbe. Mindenkinek válaszolni fogok. Köszönöm szépen, hogy megnézted, és várlak vissza a következő videómban.